A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. Mai vendégeim Majoros Róbert, az Alba Régia Tánc Együttes művészeti vezetője, illetve Majoros Andor, az Alba Régia Tánc Egyesület művészeti vezetője. Örülök, hogy itt vagytok velünk, annak tudatában, hogy ebben az esztendőben, mint minden évben, hála Istennek teszem hozzá, egy fantasztikus évet zárt a Tánc Együttes. Kezdjük talán az elején, egy 2022-es darabbal kell, hogy kezdjük, hiszen a Mese népe Novák Péter rendezésében egy olyan darab volt, hogy én azt mondom, hogy az egész országban mindenki felkapta a fejét, egy új, és ugye az a koreográfia, amit Robi és Molnár Gábor megcsinált, azt hiszem, hogy példa arra, hogy miként lehet tanítómesség gyűjteményéből egy olyan táncdarabot hozni, amire minden generáció kíváncsi. Igen, nagyon szeretjük ezt a darabot, és ezt az évet is szinte végig játszottuk ebben a mesenéppel, sőt, már tudjuk, hogy jövőre is folytatódik tovább. Hála Istennek folyamatosan teltházzal tudtuk játszani, amely azt jelenti, hogy igenis bejött az, amire gondoltunk, hogy kell egy gyerekdarab, egy mesedarab az együttes életébe. Nem volt még ilyen, nagyon vártuk már, nagyon izgalmas volt a munka folyamat, és azt gondoljuk, hogy nagyon izgalmas mindegyik előadás is, mert tele van interaktív része, és mindig más a közönség, de mindig jó a közönség. Szülőknek is nagyon úgy érzem, hogy megtaláltuk azt a hangnemet, ami által a szülők is jól tudják érezni magukat ez alatt a darab alatt. A gyerekek azok, meg én úgy érzem, hogy néha örjöngésbe megy át éppen az adott jelenet, néha pedig meg egy picit meg is rémülnek, de aztán rájönnek, hogy az az óriás, az egyébként egy nagyon jó fej óriás, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg sokáig fogjuk még ezt játszani. Bandi, úgy fogalmaztatok, és azt hiszem, hogy ez, aki látta, az bejött, hogy szeretnétek népszerűsíteni a tradicionális paraszti tánckultúra forma nyelvére épülő színpadi táncművészeti ágat. Abszolút csak, ahogy eddig is tettük, a folklórból építkeztünk. Nyilván itt már azért megjelennek olyan színházi elemek, mint zeneileg, mint színpadképileg, ami egy kicsit túlmutat ezen. Ezzel próbáljuk nyilván a gyerekeket még jobban bevonzani ebbe az egész történetbe, de volt olyan gyerek, aki tényleg mondta az anyukája, hogy avval fenyegeti, avval bünteti, hogy ha rossz lesz, nem jöhet el a negyedik vagy az ötödik mesenépre, mert valaki már annyiszor látta. Mondjuk a kislányomnál nem hiszem, hogy többen látták volna, ő velem egy szinten van, mindegyik előadáson ott volt. Jó próbákat is látta. Na, csak egy kis statisztika, ugye tavaly júniusban volt az ősbemutató, azóta pont most számoltam ki, hogy a legutolsó táncházas fehérvári november 17-i előadás volt a tizedik, viszont idén eljuttattuk a Hagyományok Házába, és Siófokon is nagy sikerrel játszották a Kálmán Imre Központba. Én csak háromszor láttam, úgyhogy még van pótolnivalóm. Farsangi Táncház. Ugye február a farsang hónapja mindenképpen. Én azt mondom, hogy a Farsangi Táncház a kicsiknek, nagyoknak, mindenkinek egy remek alkalom arra, hogy összejöjjenek. Nem csak Farsangi, ezt megelőzte egy újévi táncház is, ugye itt a fűtési időszak körüli kavalkádba. Mégiscsak úgy gondoltuk, hogy nem szeretnénk az új évet táncház nélkül kezdeni, és ez valóban szépen végigment egészen decemberig a havi, úgymond komplex táncházunk, ami azért komplex, mert mindig egy klassz kézműves foglalkozással kezdődik, majd népi gyermekjátszó, és akkor tematikailag kialakítottuk azt, hogy mindig lesz egy adott táncanyagnak néhány hónapon keresztül a tematikus tanítása, majd utána hajnalig pedig a különböző kérésekre, illetve a házigazda Németh Gergő, az Alba Régia Tánc Együttes ifjú táncosa a házigazdaságával nagyon sokan és örömmel jönnek, és reméljük, hogy még fognak is. Így van, mint ahogy az is fontos volt ebben az esztendőben, hogy az egész Kárpát-medencét mondhatom, hiszen én magam is tanulja voltam Erdélyben és délvidéken is.
Petőfi évforduló, Petőfi 200 évforduló. Én azt hiszem, a verslábak az bebizonyította, hogy miként lehet kicsit másként, de a teljesség igényével megfogalmazni, hogy mit gondolunk mi Petőfi Sándorról. Ez egy próbatörténet volt, hiszen egészen különleges koreográfiák, illetve történetek hangzottak fel. Ez egy régebbi darabból lett felújítva, és a végeredmény végül is olyan lett számunkra is, remélem a közönség számára is, mint egy új táncjáték lett volna a végeredmény. Úgyhogy Göblös Gábor barátom bevonásával azt gondolom, hogy egy sokkal komplexebb verslábakat tudtunk a közönségnek nyújtani, amiben nyilván a fő vonulat az természetesen a tánc volt, illetve Petőfinek a folklorizálódott versei adták a gerincét az egésznek, amivel kiegészítettük azok a különleges adalékok, történeti emlékek, akár Fehérvárral kapcsolatban, akár a Petőfinek a álpetőfiségével kapcsolatban, amit annyira nem ismerünk, legalábbis nem minden irodalom órán hallottunk róla. És azt gondolom, hogy ezáltal egy jó kis komplex Petőfi műsort láttunk, amiben beleférte a szerelmi költészetétől elkezdve nyilván a forradalmi verseken át minden olyan hangulati elem, amit néptánccal azt gondolom, hogy nagyon hálás feladat kifejezni. De nem csak a tartalmi résztől lett ez különleges, hanem azokkal a vizuáltechnikai megoldásokkal, amit szintén Robi eszelt ki, és fantasztikus érzékkel, arányba, és hát ez a táncházban nagyon szépen megoldható volt, illetve még más helyen is. Visszük ezt külső helyszínre is, egyébként Siófokra is, előbb említett színházba. Az mindig egy ilyen izgalmas történet, amikor a mi játszóhelyünkön valamit megálmodunk, kipróbálunk, többször eljátszunk, viszont utána el kell vinni egy másik helyszínre, ahol például pont ezek a vetítéses, vizuális dolgok itt ilyen minden milliméter számít, hogy milyen szögbe áll az a éppen adott projektor, úgyhogy ez mindig izgalmas átkonvertálni egy külsős helyszínre, de hát ezt nagy örömmel tesszük, meg izgalommal. És még plusz egy nap. Igen, és ez fontos volt, hogy a Pulutyka is szóhoz jutott, tehát nem csak a nagy együttes, én azt hiszem, hogy ez a teljesség igényével mutatta be, és pontosan erről beszéltem ezután, ugye kint voltunk Erdélyben, Székelyföldön a verstáborban, és ugye Petőfi emlékév volt ott is, és azért Székely keresztúron meg a többi helyszínen szembesültünk azzal, hogy miként él a népi emlékezetben Petőfi, és milyen dokumentumok vannak. Azt hiszem, hogy ez a teljesség igényével ment, és szerintem erre van szükség. Mint ahogy szükség van, hogy kitör a tavasz, akkor tavaszköszöntő táncház. Ez mindig egy különleges dolog nálatok. Hát igen, már éreztük akkor a táncházban, hogy pluszfokok vannak, és sokkal nagyobb komfort érzetbe, de jöttek az emberek, és folytatták azt a mulatozást, főleg a kisgyermekes családokon lehet észrevenni, hogy ám bár kisüt a nap, és lehet menni játszóra, de mégis minket választanak. És amikor meg jön a borongós őszi, novemberi, majd oda is elérünk egy Mártonnaphoz, vagy a legutóbbi Mikulás táncházhoz, akkor hát szinte alig fértünk be. Igen, és ez nagyon jó. Tehát a tavasz meghozza azért értelemszerűen áprilisban, április 11-én a költészet napján, József Attila születésnapján a vershangok. Nekem ez volt a harmadik nagy élmény. Mindig jó egyébként a táncházba járni, de az előbbi kettő, tehát a mesenéppel együtt, meg a többi, de a vershangok különleges volt. Annál is inkább, mert a koreográfia is olyan volt hozzá, hogy a fiatalok is szóhoz jutottak, és valljuk meg, hogy ebben a felgyorsult világban Majoros Levente, Gergely Emma és Németh Dávid egy olyan színt hozott ebbe, ami különleges volt. Igen, most így, ahogy mesélsz róla, így olyan, mint egy 10 éve lett volna, ugye? Igen. És pedig ez tényleg nem rég, tehát ebben az évben volt. Ez nekünk is egy nagy élmény volt a zenekarunkkal, Puszták Népe Fronttal. Nyilván volt egy ilyen elképzelésünk, hogy azért a mi ízlésvilágunkhoz ez a megzenésített versek azért nagyon közel állnak, és hát a gyerekkorunkból adódóan meg nagyon sok olyan klasszikus
darab van, amit szívesen feldolgoztunk, mi is eljátszottunk. De azt gondoltuk, hogy ugye versünnep, hát a zeneiség az a részünkről megoldódott, viszont a Levente fiammal pedig nagyon jó volt látni az, hogy feldobtam neki egy ötletet, hogy van ehhez valami hozzáfűzni valója, és egy elég kerek egész hozzáfűzni valója volt, tehát egy olyan dologgal állt elő, hogy nekem is csak néznem kellett, hogy hú, de jó lesz ez. Ez megerősítés jelent mindnyájatoknak, ugye? Hát abban a tekintetben, hogy kipróbáltuk, hogy nem csak táncolni, meg táncos előadásokat tudunk megtölteni az Alba Régia szellemiségét, hanem ennek az ilyen dramatikai zenés dolgaival is, és hozzá kell tenni, hogy a Puszták Népe Frontnak ennek plusz hozadéka az lett, hogy ebből a direkt a megzenésített versek közül sok olyan jól sikerült, hogy a repertoárunk részét továbbra is képzi. Egyébként is mindig csupa mosoly a csapat, legalábbis az előadásokon, gondolom a próba folyamatokkor azért nem egészen így van, de én azt mondom, hogy ezt mindenki nagyon szívesen fogadta, tehát jó volt körülnézni. Mint ahogy a Táncvilágnapján is, ugye 75 évesek lesztek. Uramisten mondaná erre Szamóca, mármint Eperjes. Azt hiszem, hogy ez egy olyan fontos pillanat, ami minden esztendőben most már, tehát erre az évre is rányomta a bélyegét, hiszen a felkészülés alázata az azért megvolt. Igen, és érdekes, nemrég kaptam meghívást hivatalból a Corvinus Közgáz táncegyüttes Budapest táncegyüttesének szintén 75. évfordulójára, és nekem kellett ünnepi beszédet mondani, és mondtam, hogy a kisöcsi, aki még csak most 74 éves, üdvözletét igen küldi, de hogy az országban ritka, hogy ilyen nagy múltú együttesek a mai napig is ilyen színvonalon élnek, és tényleg erre nagyon büszkék vagyunk, és az elődök hagyományait igyekszünk minél szebben megtartani és a nívót emelni. Igen, erről majd beszélgetni fogunk nyilván a végén, de nekem ilyenkor mindig felötlik a örök barátunk, az egyik alapítótag gondolatsora, amiről majd nyilván szó esik. Húsvét. Húsvéti táncház az mindig különleges. Igen, azért is, mert ugye a havi rendszerességi táncházaink azok általában minden hónap második szombatjára esik. A húsvétot viszont kitaláltuk már évek óta, egy évtizede talán, hogy mi lenne, hogyha vasárnap, húsvét vasárnap, délután, este ez alapozná meg mindenkinek a másnapi locsolkodást. Pedig sokkal izgalmasabb volt, amikor húsvét hétfőn a locsolás után jelent meg az Alba Régia táncegyüttes a táncházban. Nem tudom, kinek volt izgalmas. Igen, húsvét hét a kedre esett. Annak is volt a bája egyébként. Kedre esett. Viszont a Királyi Napok Folk Fesztivál az elmúlt időszak nehézségei után, gondolok itt elsősorban a Covid-ra, a koronavírus járvány is azért meghatározta teljes egészében. Most egy kicsit más programokkal. Természetesen az alapprogramok maradtak, de azt hiszem, hogy megint beváltotta a reményeket. Igen, 2000... Nehéz volt összehozni? Nem. Megmondom miért. 2020 és 2021-ben sokkal nehezebb volt, mert akkor a jól megszokott már éppen, hogy a 25. Nemzetközi Királyi Napokat ünnepeltük volna, csak nyilván a Covid közbeszólt, és egy egész más forgatókönyvet kellett kiagyalnunk, hogy mégse legyen egy nyár, egy augusztusi luk sem, mert ha valamit így abba hagyunk, akkor azt nagyon nehéz újraéleszteni, és inkább 2020-ban kitaláltunk a táncház berkein belül egy 4 napos királynyi napokat, ott is szerencsétek volt ott lenni, Pesovár kiállítástól elkezdve, jobbnál jobb világzenei programok, táncelőadások, és azt követően 2021-ben már egy napra lehetőségünk is nyílt a Zicsi színpadot birtokolni, ezt a házigazda Alba Régia birtokolta, de akkor már 5 napos lett, és akkor már megvolt egy ilyen jó kis recept, amit 2022 és 2023-ban újra használtunk. Ezt félreraktuk, működik, és vélhetőleg jövő évben már újra külföldi csoportok is színesítik a fesztivált, de ebből a elmúlt 4 év
összeállításából is, meg tematikájából is próbálunk egy olyat ötvözni, hogy ami ebben jó volt, azt azért megtartjuk. Fehérváriak megerősíthetik, hogy abszolút siker volt a magyar együttesekkel is. Tehát ezzel nem lehetett gond, azt mondom. A zenekarnak, illetve a táncegyüttesnek azért sokkal nehezebb dolga volt ebben az értelemben. Viszont az évadnyitó megint csak jól sikerült. Szeptember az mindig egy fontos pillanat, hiszen elindul az évadnyitó táncház, és akkor megint csak megerősítetik, hogy vagytok, és nem csak a régiek, a nagyok, hanem egyre többen választják ismét. Én azért még nyára egy fontos programot, ami így beugrott, azért megemlítenék. Az együttes meghívást kapott testvérvárosunkba, Schwäbisch-Gmündbe, egy nagyon különleges programra. Az ottani, mintha nálunk a koronázási szertartási játék lett volna, abba kellett az együttesünknek részt venni egy koreográfiával, és igazából nem tudtuk, hogy mire számítsunk, de én azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív és nagyon jó élménnyel térhettünk haza. Az egész utunk nagyon jó volt egyébként, tehát nagyon vendégszerető, egy nagyon szimpatikus város, de maga ez az előadás, hogy ebbe így belecsöppenhettünk, az megint egy különleges élmény volt. És hogy lásd, hogy az életünkben mennyire összefolynak az évek, bizonyítja azt, hogy ez valóban megtörtént, csodás volt, csak ez 2022 nyarán volt. De akkora élmény volt, és érinti a mesenépet is. Pont. Ez tényleg akkor volt. Ugye? Ott is a mesenépből egy olyan klassz kivonat lett, így a hasonlóképpen, mint a koronázási ünnepi játékokhoz, csak ez nagyobb volumenbe, és a helyi civil polgárok öltöztek be színészeknek, koldusnak, meg egyéb ilyen korabeli elmezekbe, hogy pont passzolt ez az elem. No, viszont akkor az évadnyitó, a szeptember mindig fontos. Nem csak az évadnyitó okán, hanem nyilvánvaló, hogy a táncosok zöme iskolába jár, legalábbis a kisebb csoportokban. Ilyenkor azért el kell indítani az évet, ha úgy tetszik, ugyanúgy, mint a színházban, egy új évad, új gondolatok, új csapat, új koreográfiák, és ez szolgálja tulajdonképpen az újraismerkedés a táncházzal is. Igen, izgalmas volt ez az augusztus vége, szeptember eleje időszak. Nyilván a művészeti iskolának ugye ekkor indulnak a beiratkozásai, illetve akkor alakulnak a csoportok. Annyi lett a változás, hogy egy fenntartóváltás lett, az Alba Régia Tánc Egyesület lett a fenntartója a művészeti iskolának. Nyilván ez egy új helyzet volt. Igazából a gyerekek és a szülők ebből talán nem vettek észre semmit. Én úgy gondolom, mivel minden maradt a régibe, a helyszín is, tanárok is, nyilván jöttek új fiatal tanárok hozzánk, akik szintén albás berkekből ismertek, úgyhogy én ennek külön örültem, hogy bővült a tanári karunk Lackó Krisztával, Knejfelnék Lackó Krisztával, Gál Hollósi Johannával és Palánki Rékával, úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy olyan munkatársaink lettek, akik nem kívülről jöttek teljesen, hanem itt nevelkedtek, vagy itt táncoltak nálunk, és ez így erősítette ezt a csapatot. Ez milyen feladatot ró a Tánc Egyesületre? Milyen plusz feladatot? Hát erről talán Robi az igazgató úr tud. Megbízott igazgató. De hát ez amellett, hogy a gyerekek jönnek, táncolnak, a szülők pedig már tényleg 20. éve nyugodt szívvel tudják, hogy jó helyre, jó közösségbe, jó szellemiségbe hagyhatja itt nálunk a gyerekeket, egy életformára neveljük őket. Azért emögött nagyon kemény adminisztráció van, ugye az oktatási minisztérium felé, a megszervezni az órákat, hogy ne ütközzenek, tehát ez a kulissza titok, amit nem sokan látnak, hogy az eredménye egy ilyen gála műsornak, ami a királynapokon is volt, az nem csak annyi, hogy bejönnek és népi táncolnak. No, megérkeztünk a sírkenjáróhoz. Azt hiszem, hogy ez is fontos, mert fontos. Minden találkozó fontos, de ez különösen. Ez nagyon fontos egyébként, mert én emlékszem, hogy 10-15 évvel ezelőtt, amikor ez elindult, még talán más volt a neve, én voltam ezen, mint zsűritag, és én azóta évről évre azt a fejlődést látom, amit nagyon jól látni, hogy a saját megyénkbe, Fejér megyei amatőr együttesek körébe
milyen jó színvonalon és egyre jobb színvonalon működik a dolog. Úgyhogy én megint így ilyen, kicsit ilyen szakmai szemmel kellett néznem ezt az előadást, de én például személy szerint nagyon büszke voltam a megyei együttesekre. És ez egy nagyon jó kényszer kombó volt, ugyanis az Alba Régia Táncegyüttesnek van egy nagyon klassz szenior csoportja, akik négy éve talán a Kötesz Kárpát-medencei Öreg Táncos Együttesek Szövetségének a tagja, és a vezetőjük Ritter Andi, Andrea, ő ráadásul az elnökség tagja is, és harmadik éve lett volna júniusban, hogy megszervezik a harmadik fehérvári szenior találkozótól az országból. Ezek az öreg táncos együttesek eljöttek, kettő már nagy sikerrel zajlott, csak valami miatt programdömping, vagy nem tudtak felkészülni együttesek, mert márciusig nem volt hol próbálniuk, ugye, a fűtés hiány miatt. Ezért kevesen jelentkeztek, és akkor kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha a Sirkenjáró, ez a Fejér megyei amatőr néptánc együttesek találkozója, ez nagyon fontos, mert régen, ami elindult, az minősítő volt, és ugye mindenkinek ott volt a félsz, hogy úristen, mit fognak, milyen minősítést kapunk, és nagyon jó párbeszéd zajlott a Fejér megyei együttes vezetők, barátaink között, hogy mi lenne, hogyha ezt a rizikófaktort így el, és legyen egy örömtánc mind a mellett, hogy nem zsűri, hanem mentor lesz, és szakmai, országos hírű szakmai emberek, mint például Robi is többet magával, irányt tudtak mutatni, hogy jó úton járnak-e, mi kell még, mi a jó, mi a javítani való, és tényleg a Fejér megyeiek adtak egy jó blokkot, egy ilyen 12 produkcióval, majd pedig jöttek a köteszes együttesek, szintén ilyen 9 produkcióval. A Galiba zenekar és a Szettevette zenekar kitett magáért, nagyon jó helyszínt biztosított a Szárazréti központ, rengetegen voltak, és természetesen úgy időzítettük, hogy a végén a havi rendszerességű táncházba lecsengjen a mulatság, úgyhogy lehet, hogy ezt a receptet is megtartjuk. Igen, ez teli találat volt egyébként, hiszen ez bebizonyosodott a Felsővárosi Művelődési Házban, Katalin napkor, erről majd beszélünk külön értelemszerűen, de jó volt látni az öreg táncosokat minden estől, tehát azon az estén is. Mártonnap. Mártonnap mindig különleges, mondhatjuk így, és hát nem is mit kell tudnunk Mártonnapról, hiszen ez is egy rendszeres és hagyományos történet. Hát nagyon klassz, hogy mindig a gyermekjátszó, népi gyermekjátszó, amit Knejfelné Lackó Kriszta, vagy Ditke Bókárné Zemancse Kedit, hát már nem is tudom, több mint egy évtizede szívén, lelkén visel, és mindig az adott kalendáriumi esemény, ez esetben a Márton naphoz kapcsolódó libás játékok, libás énekek, mondókákkal annyira fölcsigázták a gyerekeket, és ez a gyermekjátszó, ez pont arra, ez egy nagyon jó próba a szülőknek, akik még nem tudják, hogy beírassam-e az óvodás csoportba a gyerekemet, vagy netán a művészetiskola első osztályába, mert mi van, ha nem tetszik neki. Itt pedig eljöhet a hasonló hasonló korú gyerekeket ismeretlenekkel pillanatok alatt összeszaladt szó szerint, és élő zenére megy, nagyon jó pedagógussal, és hogyha már ott a szikrát elkapja, akkor a szülőnek se lesz kétség, hogy beírassa hozzánk. Egyértelmű. Meg ami még új elem szeptember óta a táncházba, ez a csikóbál, ezt hoztuk vissza, művészeti iskolás csoportokat szólítunk meg minden egyes táncházba, ők a házigazdái annak a 7 órától 8 óráig tartandó időszaknak, rögtön a gyerekjátszó után, amikor ők maguk megmutathatják egy picit a saját táncaikat, illetve ők maguk azok, akik így bevonják nyilván a csoportvezetőkkel együtt a helyi szülőket, gyerekeket, akik éppen ott vannak vendégként, és nagyon jó érzés ezt látni, hogy nagyon komolyan veszik az éppen adott csoport, hogy most ők a házigazdák készülnek játékokkal, táncokkal, úgyhogy ez megint szerintem színesítette nagyon ezt a táncházi rendezvényt. No, megérkeztünk novemberbe, egy kis Csóri Sándor Csillagkapu. Azt hiszem, hogy amikor Csóri Sándorra emlékezünk, akkor mindig meg kell emlékezünk arról is, hogy nem csak mint költő,
hanem ugye itt gyermekversekről volt szó, hanem általában a népművészet olyan apostola volt, aki nagyon sokat tett ezért. Hát ezt érezzük is a nap mint nap a bőrünkön, akár egy csóri programmal kapcsolatban, hogy igen, meg az özvegyével beszélgetve azért mindig Balog Júliával, aki ugye hihetetlen, hogy még a Csillagkapunak a olyan előadásain is ott van, ami nagyon messze Budapesttől egy kisebb faluba rendezik meg, és ott van, és megjelen, és érdekli, és leáll egy picit a gyerekekkel beszélni, és mindig mond olyan történeteket, olyan régi dolgokat, amire az ember úgy nagyon szívesen úgy felkapja a fejét, úgyhogy igen, van kötődés. Én Katalin napnál tartunk most, én azt mondom, hogy a Katalin nap mindig különleges. Én mindig rácsodálkozom az öreg táncosokra. Szerintem nem öregek egyáltalán. Egy csoda volt. Egyik oldalról azért azt mondom, hogy a köznapi létünket is megerősíti ilyen értelemben, hogy a Kati néni szobornál ott táncolnak. A másik pedig, hogy ami az idén történt a Fekete-hegy, illetve a felsőváros mindig. Az pedig külön, hiszen itt volt az öregtáncos csapatok közül 4, és egy csodát mutattak nekünk. Én csak két ilyen személyes élmény, hogy tényleg milyen csodálatosak ezek az öregtáncosok, akik csak a személyi igazolványukban öregek amúgy. Erről majd biztos beszélsz, Bandi, hogy volt egy fesztiválunk ebben párhuzamosan, egy gyerek és ifjúsági. Egy utcával odébb, és mi onnan a családdal, Veronikával, Borikával együtt, Levente az természetesen máshol volt, tehát hárman átmentünk az említett Katalin bálba. És nekem egy akkora élmény volt, hogy sajnos már lecsúsztunk a műsorukról, viszont Cserta Gábor, az idősebbi, egy szál harmonikával egy olyan jó hangulatú bulit tudott csinálni, hogy fölálltak az öregek, én is a lányommal, mindenki fölállt mindenkivel, és hogy utána persze megindult a táncház, tehát a Palatkai rendtől, Kalotaszegi rend, mindent eltáncoltak, de hogy tudtak ilyenre gondolni az Andiék, hogy ez mekkora ötlet, hogy pont azon a felsővárosi műfázban Cserta Gáborral egy ilyen jó hangulatú dolgot megteremteni. Ez nekem nagyon fontos volt, és miután hajnalig tartott a buli, tényleg, utána másnap reggel 9-től délig egy szakmai továbbképzésen vettek részt a Verával és velem karöltve, mi vezettük ezt a mezőföldi jenői táncok tanítását, és mintha mi sem történt volna, ott voltak, végignyomták velünk a 3-4 órás tánc oktatást, és így vidáman, jókedvűen. Tehát tényleg egy nagyon jó példaérték, meg egy nagyon jó előremutató mindenkinek, hogy most aktív táncos vagy, de 20 év múlva lehet, hogy még aktívabb is lehetsz. No, 20 keresztül ott voltunk meg, és mi is beszámoltunk róla. Én azt hiszem, hogy a Gyermek és Ifjúsági Néptánc Együttesek 10. fesztiválja megint meghozta azt az eredményt, amit megálmodtatok annak idején. Igen, ez tulajdonképpen talán 5. esztendeje, hogy hivatalosan is az örökség nemzeti gyermek és ifjúsági népművészeti egyesület országos csoportos gyermek és ifjúsági versenyének, táncversenyének a Közép-Dunántúl régiójának a központjává alakult ki. Ugye a magyarországi 7 régiónak megvan az, hogy ki melyik 3 megyét tartja kézbe, és akkor ide mennek a zsűrik, nem mindig ugyanaz, és innen van lehetőség, nyilván minősülnek, bronz, ezüst, arany, kiemelt arany, fesztiváldíj, koreográfiai díj, stb., de innen tudnak a zsűri javaslat alapján bejutni a következő év első felében a gyermek és ifjúsági néptánc antológiára, ahol az előző esztendőnek a legjobb táncegyüttes gyermek ifjúsági téren, illetve koreográfiáit gyűjti össze, és azt kell, hogy mondjam, hogy 11 csapat regisztrált, ebből az utolsó pillanatban technikai okok miatt egy nem tudott eljönni, de ebből a 10 csoportból 3
az régión kívüli volt, Pest megyéből jöttek, Pomázról két csoport és Biatorbágyról, pont amiatt, hogy már voltak nálunk, meg híre ment, és azt mondták, hogy ők szívesebben jönnek ide hozzánk, mint a saját régiójukba. Ez nem kizárt, mi csak örülünk, hogyha egyre több szakmabéli csoport láthatja a mi munkánkat, a mi központunkat, illetve hát a mi gyermekeink is, illetve a mi táncosaink, az Alba Régia Művészeti Iskola is három csoporttal nagyon szép teljesítménnyel képviselte magát, és ők is új ismerettséget tudnak az ország más pontjába működő hasonszőrű gyerekekkel tartani. Tehát esztendő vége Mikulás Táncházzal, viszont ami még nagyon fontos, hogy kell, hogy szó essék az Ars Régia Összművészeti Bérletről, hiszen az is évközben volt. Azt hiszem, hogy erről már beszélgettem Szikora Jánossal is, meg a benne lévőkkel, mindenkivel. Ez egy olyan példa, ami országszerte még nem volt sehol sem. Én azt mondom, hogy ez egy olyan kulturális megerősítés a Székesfehérvár kulturális életében, ami példa nélküli. Igen, hát nem minden város tudja ezt így meglépni, ezt a dolgot, és mi nagyon örültünk, és nagyon büszkék voltunk, hogy civil szervezetként mi is bekerültünk ebbe a körbe. Én azt gondolom, hogy tényleg van ennek létjogosultsága, hogy olyan embereket fogunk tudni most megszólítani ezáltal, akik lehet, hogy az egyik művészeti ágat annyira nem ismerik, vagy nem kedvelik, de ezáltal a bérlet által meg fogják ismerni. Szerintem nagyon izgalmas ez a négy egységből álló bérletsorozat, úgyhogy mi tényleg nagyon várjuk ezt a márciusi alkalmat. De fordítva is működhet az Alba Régia közönsége, aki nem ismeri, vagy annyira még nem zárt a szívébe akár a szimfonikusokat, hát színházba mindenki jár, meg járt, vagy a balett színház, úgyhogy szerintem az ilyen oda-vissza. De leginkább ez a hírértéke, vagy az, igen, egésznek az, hogy üzenete van, hogy Fehérvár négy ilyen rendkívül erős művészeti ágból felvállalta, és egy bérletet készített. Nos, tulajdonképpen most arról kéne beszélnünk, hogy a jövőre 75 éves az Alba Régia Tánc Együttes, és ezt meg is tesszük. Azt hiszem, hogy megismerjük a programokat, kell egy ugyanilyen hosszú beszélgetés, arra most nincs módunk, viszont azt megígérhetem, hogy rövidesen az új év első napjaiban azért találkozzunk kéne, hiszen azt mondom, ugye már esett szó erről a fantasztikus jubileumi esztendőről, hogy számos olyan program lesz, amire mindenki majd csettinteni fog, és tódulnak az emberek, nincs kétségem felőle. Tehát akkor ez legyen így. Én pedig köszönöm minden néptánc, népi kultúra kedvelő nevében, hogy vagytok, hogy ezt az esztendőt is olyan színvonalas programokkal töltöttétek meg, ami azt hiszem, hogy minden Székesfehérvár és minden ide látogató számára egy élmény volt. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük a meghívást. Kedves nézőink, az évértékelő ünnepi beszélgetések keretében Majoros Andor és Majoros Róbert volt az Alba Régia Tánc Együttes művészeti vezetői a vendégeim. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, természetesen folytatjuk majd ezt a beszélgetést, ahogy ígértem. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.